Üdvözlök mindenkit az új műsorunkban, a Kötetlenben, ahol legfőképpen minket vajdaságiakat érintő témákról fogunk beszélgetni, állandó, illetve beugró társaimmal, az első adásban Basi Grétával, többszörösen pályaelhagyó újságíró, Bajtai Kornél, HR szakember és lapos föltagadó, Csernik Árpád, megélhetési próbálkozó, illetve Engi Erik, Vajdaságháb admin és netes troll. Ebben a műsorban főleg közéleti témákkal fogunk foglalkozni, kicsit lazábban, kicsit kötetlenebből. Nézzük az első hírt. Egy felmérés szerint a szerbiai fiatalemberek háromnegyede támogatja a sorkatonaság újbóli bevezetését. Sőt, 40%-uk önkéntesként harcolna Szerbiáért. Derült ki a House and Win közvéleménykutató iroda felméréséből, írta ezt nem olyan túl régen a szerb sajtó. Na figyelj, háromnegyede a szerbiai fiatalembereknek. Tegyük fel, hogy mindannyian fiatalemberek vagyunk, én nem támogatom, tehát ti hárman támogatjátok, úgyhogy mondjátok el, hogy miért támogatjátok. A Blitz által közölt felmérés szerint a megkérdezettek 17 és 30 év közötti fiatalok. Szóval ti már öregek vagytok. Tehát mi már az elég hát kilőve. Árpád akkor kettő fiatalt ad ki, úgyhogy így a háromnegyedből már kettő. Még egy nagyon fontos megjegyzés, hogy ezek a fiatalok, ezek fiatal emberek, tehát csak és kizárólag 17 és 30 közötti fiatal férfiakat kérdeztek meg, mert úgy érezték, hogy a nőket ez nem érinti. Megnéztem ennek a közvéleménykutatóintézetnek a beszámolója. Szerintem álljunk meg a nevüknél, hogy ott House and Win. Otthon vagy és nyersz, ez ilyen házi tombola. Ez körülbelül ilyen komolynak néz ki ez az oldal. Ilyen digitális oktatásról nevelkedett ötödikesek szoktak olyan prezentációt készíteni, mint amilyen prezentációban megjelenítették ennek a felmérésnek az eredményeit. És egyébként a reprezentatív minta az olyan 1100, pontosan 1157 megkérdezett volt, és ebből különböző adatok voltak, hogy hányan vajdaságiak, hányan sumadiaiak, hányan délszerbek, Koszovó nélkül, hányan belgrádiak. A legviccesebb különben, már rögtön az elején, hogyha megnézed az adatokat, akkor a százalékok nem stimmelnek. Tehát ami az elején van, hogy nem tudom én, 26% ugye vajdasági, a végén az már csak 22%. Tehát meg annyian kivándoroltak, logikus. Ezért ilyen gyorsan. Mindenki tudja, hogy leginkább őket, hogy katonának kell menni, húzok nyugatra. Amúgy benne van a kérdőívben, hogy képzelj el, hogy háborúban az országban mit tesz. Tehát ilyen ezt nem kell elképzelni. Jaj, sajnos, hogy nagyon sok korosztálynak már ezt nem kell elképzelni, csak vissza kell emlékeznie, és akkor gyakorlatilag szembesül ezzel a dologgal. Tehát vannak ilyen válaszlehetőségek, hogy rábízom magam a hivatásos hadseregre, ez az első. Elég népszerű volt. A másik az, hogy elmegyek önkéntesnek. A harmadik az, hogy várom a behívót, aztán majd ahova beosztanak, és akkor van ilyen is, hogy menekülsz az országból azonnal, vagy pedig... Vagy csak másnap. Nincs elképzelése, de... Azért beszéljünk arról, hogy most itt vagyunk öten, jó, Grétit kivéve, ő feltételezem nem volt katona, de a fennmaradó négyünk közül ki volt katona, és ki nem volt katona. Csernik az annyira jó katona volt, hogy múlt héten mentem hozzájuk, és hallottam, hogy valami égtelen zsivaj van a pincében, lementem, nem fogjátok elhinni, Tito elvtárs képe alatt partizán ruhában a neretvai csatát játszotta le, a lemez játszóról meg ilyen korabeli fölvételen szólt, hogy Mláda Vojvodjánka, bombú baci, szóval ilyen jó katona volt. Csernik volt katona. Túl vagyunk ezen a kérdése, hogy ez maga ez a fölmérés, ez mennyire releváns, maradjunk ennyiben. A kérdés ugye az, hogy most nyilván ezért vettük el ezt a kérdést, ezt a témát, hogy akkor ki mondjál el nem hát minket már nem érint, persze, mi könnyen okoskodhatunk erről, hogy... Akkor átfogalmazom, Árpád, te a fiadat szívesen küldenéd el katonának, vagy nem? Dehogy küldeném el szívesen katonának, ez természetes, de a másik kérdés, hogy nem lehet ezt így ilyen szempontból megvizsgálni. A háború az nem egy elvont valami, a hadsereg az nem egy elvont valami. Egyébként én jó 20 évvel ezelőtt voltam katona, már akkor sem az arról szólt a hadsereg, mint annak idején, hogy jobbrát, balrát bohóckodjunk, ugrálunk bele a sárba, hanem már normális kiképzést kapott az ember, amennyire már ez normális kiképzés. Na most,
az, hogy valamikor, valahol valaki valamilyen háborús konfliktusba kerül, akár civilként, akár katonaként, az nem egy valószínűség számítás szerinti elképzelhetetlen valami. És a hadsereg olyan hely, ahol adott esetben egy fegyver használatát, amellyel az ember meg tudja magát védeni, azt elsajátíthatja. És a háború az se egy elvont valami, az se egy olyan dolog, amit mi nézzünk a filmeken, hogy akkor az nem tudom én mit. Ott két beszart ember adott esetben egy pillanatban találkozik egymással szemben, mind a kettő túl akar élni. Aki ért a fegyver használatához jobban, mint a másik, az az adott pillanatot túléli. És pillanatról pillanatra szerencsétlen emberek túl kell, hogy éljék. Azt gondolom, hogy ilyen szempontból fegyverhasználatot adott esetben, hogy tudsz hová, milyen módon elrejtőzni, elbújni azelő, hogy valaki agyonlőjön, fölrobbantson, meggyújtson, elégessen. Ezeket a technikákat sajnos egy fiatalembernek 21. században nem árt tudni. De ebből a szempontból viszont nem a fiatalembernek nem árt mindenkinek tudni. Volt valamikor olyan, az édesanyám mesélte, hogy önvédelmi képzés, honvédelmi képzés, és akkor kijártak a lőtérre, és megtanulták kezelni a puskát, meg gondolom voltak már ilyen partizán különböző, nem tudom, elrejtőzési módoknak a gyakoroltatása általános iskolában, jártak a múzeumban. Gondolom nagyon sok hasznát vették utána a hölgyek is, illetve azért, ha szabad mondani annyit, azért az erőteljesen, azt én is kaptam ilyen honvédelmi kiképzést iskolában, azért az súlyos bohóckodás volt ahhoz képest, amit valóban mondjuk használható tudás ilyen szempontból. Nem hiszem, hogy a katonaság, a kötelező sor katonaság az ennél sokkal komolyabb volt az utóbbi években, mielőtt megszüntették volna. Nem tudom, én 1999-ben voltam, akkor mi normális kiképzést kaptunk. Nem ez volt, hogy akkor hogy hajtogatod össze a gatyád, meg hogy jobbra át, balra át egész délelőtt kint a forró napon, hanem megkaptunk egy kiképzést, aztán csináltuk a dolgunkat. Egyébként, ami egyedüli hiányérzetem volt, az, hogy én 27 éves koromban mentem el katonának, én már akkor munkaviszonyban voltam, és sajnáltam, hogy most fizetés nélkül maradok, a nyugdíj alapom nem megy, egyebek. Egyébként tudomásom szerint régebben, még valamikor 50 évvel ezelőtt, 40 évvel ezelőtt, ez beleszámított az embernek a munkaviszonyába. A szerbiai fiatalok 3/4-e szerint ezt nagyon be kellene vezetni, akkor őket szeretném kérdezni, ugye nyilván a magyarok meg is értik, ha nézik ezt a műsort, hogy akkor miért nem vonultok be önként? Van ilyen lehetőség. Nem nagyon hallani erről híreket, hogy tolonganának a fiatalok az önkéntes kiképzésre. Tehát ez a lehetőség most is megvan, el lehet menni, és nem hiszem, hogy... Vagy lehet, hogy ők úgy vannak vele, hogy elmennek, de ha kötelező, akkor nagyon akarják, de önként nem indulnak el, vagy én se tudom, de ha adott a lehetőség, akkor nem látom ugyanezt a statisztikát reprezentálódni a gyakorlatba. Erik, te, hogyha most lett volna még sorkatonaság, akkor néhány évvel ezelőtt már részt vettél volna, illetve kaptál volna a kiképzést. Te bánod, hogy nem mehettél el katonának, vagy nem is mentél volna el, hogyha lehetőséged is lett volna? Hát ez attól függ, mert 2 évvel ezelőtt Magyarországra költöztem, akkor lemondtam a szerb lakcímemről, ezzel együtt lemondtam a szerb hadkötelezettségemről is, tehát nem vagyok Szerbiában jelenleg hadköteles. Még kényelmesebb a kérdés, a magyar honvédségbe elmenni, vagy a magyar hazát szolgálni. És így van, mielőtt, most gyors időugrás lesz, 2 évvel ezelőtt Magyarországra költöztem, most költöztem vissza. Ja, mert hogy ott behívtak. Nem, ott én akartam bevonulni, önkéntesen, fizetett katonának, de ez a Covid helyzet miatt szóltak, hogy mindenféle toborzást felfüggesztenek, és így voltam kénytelen hazaköltözni. Ez olyan, mint amikor a csajt szépen finoman akarod lekoptatni, hogy hát te jó, hogy szimpatikus vagy, de most nem szeretnék randizni, legyünk barátok. Hát igen, így lazán kiobb voltak. De hogyha, tehát amikor én lehettem volna katona, tehát én akkor már választhattam, hogy civil katonának fogok elmenni, vagy pedig rendes katonának, akkor a rendes katonaság volt 6 hónap. Most az akkori kortársaim, akik mentek, azok hát nem voltak túl jó véleménnyel sem, az a 6 hónap az egy ilyen
gyakorlatilag időveszteség. Még egy gyereket se lehet kihordani annyi idő. Pontosan ez az, úgyhogy tehát, igazából nem tudták sem átélni a katonásdinak a pozitív hozadékait, a beilleszkedés is macerásod 3 hónapot egy helyen, utána 3 hónapot ugye másik helyen, illetve még a nyelvtanulásban nagyon sokanak ugye magyarországi magyar fiatalként a nyelvtanulásban egy fontos szerepet játszott annak idején a katonai szolgálat. Egy év, ugye akkor volt 9 hónap, de a 6 hónap már annyira rövid idő, hogy pláne ha véletlenül még egy magyar volt veled együtt egy kaszárnyába, akkor ugye csak ösztönösen kerested ugye annak az embernek a társaságát, akivel leginkább meg tudtam értetni. Trianon ösztön előtte. Pontosan, és minimálisan tudtak megtanulni szerbül. Tehát még ez az előny is elveszett, hogyha nem baj, de legalább a nyelvet meg tudom egy kicsit jobban, igaz, hogy csak férfi módban, de legalább meg tudom tanulni. És illetve már az államnak annyira nem volt pénze, hogy szinte folyamatosan kellett hazautazni, a csomagokat küldeni, zseppénzt vinni, fekete piacon kellett fegyvert. Igen, igen, szinte. Igen, tudod, hát a 90-es években mondta azt, hogy én elmentem fogorvoshoz, és akkor miután megvolt a fúrás, akkor megkért a fogorvos, hogy menjek át oda a patikába, és vegyek tömést. Gyere, lesz, hogy lehet, hogy a hadsereg is, hogy golyót és puskát azt magaddal hozzá. De ha már említetted ezt a 6 hónapot, erre van az ankétban egy nagyon érdekes megállapítás ezekre a 6 készült fiatalokra. Igen, igen, tehát 3 hónapot javasolnak a legtöbben, meg 6 hónapot. Van, aki ennél egy kicsit komolyabban veszi, és akkor hosszabb időre szeretne bevonulni. 20 évet, mint a római légióban. Én egyébként megértem, meg a családom is tele van ilyen történetekkel, hogy milyen jó volt az a kantinban a meleg kenyéren eurókrémet enni, meg ezek a katonasztorik, a nagyapák. Eurókrém. Megjegyzem, katona búcsúztató bulik, a katona búcsúztató bulik azért azok nem voltak rosszak. Tehát azért azért, nem nyilatkozom. És attól függetlenül, hogy nem voltam katona, azért sajnáltam, hogy nem volt búcsú bulim, egy klasszikus értelemben. Búcsú, azt ugye a mai legény búcsúkhoz lehetne igazából hasonlítani, akkor még a legény búcsú nem igazán volt divat, de akkor a katona búcsúztató az egy ennek megfelelő dinamikával zajlott le, és akkor tele volt a szabadkai buszállomás is kiskatonákkal, berukkoló katonákkal, síróanyákkal, illetve még részegebb haverokkal, akik támogatták, és énekelve, és trumácsokkal fölvonulva nyomták fel az illető havert a buszra. Tehát azért annak volt egy feeling. Igen, igen, és ugye a régi nagy JNH-ról ugye az volt a történet, hogy ugye a tolerancia terjesztésében is volt egy szerepe, mert ott aztán tényleg mindenféle nemzetiségű fiatal emberek összekeveredtek. Amikor én egy társasággal kint voltam, hogy egy barátunkat kikísérjünk, az már bőven a 90-es évek volt, és egy másik hadsereg, és tudom, hogy kimentünk a vasútállomásra, ott voltunk mi egy 10-15-en, kísértük föl ezt a magyar fiatalt, illetve néhány vagonnal arrébb egy szerb társaság lobogókkal, meg nagy szerb indulókkal ünnepelt. Az egyik ismerősünk meg ezt így meghallotta, egyébként is kicsit túl sok turulpesgőt ívott, mert olyan beállítottságú volt, tehát ő azt mondta, hogy a jó anyátok fogott egy költés közéjük vágtam. Jól de indult, szerencsére annyi volt a Sivovic, gondolom a másik társaságnál, hogy föl se tűn nekik, hogy egy kő landolt ott közöttük. Egyébként, ha már ilyen vallomások vannak, szerintem én kaptam a legkomolyabb kiképzést. Én kérlek szépen a beszerzési ügyek koordinátora vagyok, ez van a katona könyvemben. Én nagyon keményen végigszolgáltam a szabadkai kórházban a katonaságomat, majd egyszer az egészségügyi témáknál szívesen beszélek az a kórházban uralkodó állapotokról, de a lényeg, hogy én megoldottam egy tenderen keresztül 2 évre a gépparknak a szervizelését, az egyik jó nevű szabadkai autóház kapta meg akkor, úgyhogy bármikor háború lesz és bajban lesztek, szóljatok, én kidolgozom a pontrendszert bármilyen probléma megoldására, megvárom, hogy 2 hét alatt a lezárt borítékok megérkezzenek, kiértékelem, és 2-3 héten belül minden problémát megoldok. Nagyszerű. Szükség van ilyen haverokra, akik azért jól be tudják pozícionálni magukat. Hogy a civil szolgálatról is mondjak néhány kedves és hasznos szót. Tehát ezt civil katonaként hajtottad végre. Hát persze. Ez civil katonaságban pedig abszolút érvényes. Ha füvet kell nyírni, én jövök. Tehát én fűnyíró mester voltam a hajdújárási egészségházban, úgyhogy... Nálunk abszolút érvényesült a kórházban a hierarchia. Ugye néhányunknak volt egyetemi végzettségünk, mi különféle irodákba kerültünk.
volt egy fiú, akinek 8 osztálya volt, ő kint volt télen-nyáron, és az autókat kellett neki irányítani, és parkoltatni az udvaron, illetve volt, akinek volt valamilyen középiskolája, de az illetékes hadügyi előadó szerint nem elég jó, őt betették a hitánpriemre, tehát a sürgősségre, ahol 24 órás ügyeletekben volt, és brutális történeteket mesélt, tehát lehet, hogy régen mindenki egyenlő volt a katonasságnál, de a civilben már ez nem így volt. Függetlenül azt gondolom, hogy nagyon komoly önvédelmi tudásra mindenkinek szüksége van, azt sose tudni, hogy mikor jön jól. Mondjuk én futni bármikor tudok nagyon gyorsan ellenkező négy métert. Nem úgy nézem, hogy messzire. Lassan is kevesebb, de nagyon. A gepárt, hogy rövid távon nagyon gyorsan. Figyelj, akárhol vagyok, egy embert le tudok előzni. És onnantól már nem én vagyok közvetlen veszélyben. De a másik, ami ugye pont a múltkor erről beszélgettünk teljesen függetlenül a mostani témától ismerősökkel, ugye, hogy az, amit a kötelező sor, jó, ennek neki megyek, tehát a kötelező jó sor, jaj, hát te vagy a rétori tanárom, büszke vagy. Nem, én vagyok, mert ez nem így van. A kötelező sor katonaság felszámolása, amit megölt, az egy nagyon fontos kommunikációs muníció. Hát évtizedeken keresztül férfiak bármikor tudtak arról beszélni, hogy te hol voltál katona. Fú, hát én ott voltam, aztán a prekomandóba átjutottam, most hiszem, na ott a konyhára kerültem, onnan már jó volt. Tehát ezeket a beszélgetéseket apáink, meg még az utána való korosztályok is órákig tudták folytatni egymással, és ez többet nincs. Nincs az úgy, hogy most a lányok meg tudnak beszélni dolgokat, amik örökké aktuálisak, hanem ez most már úgy nincs, mert most végül is mi már mit tudtunk megbeszélni? Te nyírtad a füvet az egészségházban, én meg a kórházban tendert írogattam. Julis néninek most milyen lázcsillapító lett fölírva, ezen a héten esetleg annyira tudtam belelátni. Vagy kinek a kutyája szart a fűre, miután felújírtad, igen, szóval. De ezek legalább olyan fontos dolgok. Én azt sajnálom, úgy fogok megöregedni majd a bolt előtt, hogy nem lesz rajtam egy jön a tetkó. azért egy nagy kulturális veszteség az igaz, hogy azt meg lehet oldani. Tényleg jön a tetkó, nincs így rágó. Majd megkérünk egy óvodást, hogy rajzoljon, mert az igazából kb. Olyan szintén én voltak azok a jön a tetkók. Hogy... Én akartam, de már nincs az a szín. Azt mondja. Hát, de mondjuk azért érdekes módon az utóbbi hetekben visszafogták ezt a témát, tehát ezt a hír is úgy becsusszant, de viszont ahhoz képest, hogy december-január környékén ez mennyire pörgött, azért érdekes módon, amióta az új védelmi miniszter körül azért úgymond föl-föl csapnak az indirekt hullámok a különböző mafia leszámolós balhék kapcsán, azért érdekes módon, hogy ez a téma egy picit úgy háttérbe szorult, és most ismét inkább a Covid-láz az, ami fölkorbácsolja a kedélyeket, és ezzel folytatjuk tovább. Válságstáb egészségügyi tagjai a szigorúbb korlátozások bevezetését sürgetik. Mindemellett a mostani hétvégén, ugye azok az intézkedések, amik meg voltak hozva, egyes epidemiológusok szerint értelmetlenek voltak ezen a hétvégén. Bocsánat, most másról fogok beszélni, ugye az ilyen műsoroknál kezdve heti hetestől mindig ugye az egyik poénkodási forrás, hogy az, aki a műsor vezeti, nem tud olvasni, és öröm nézni, hogy Feri mennyire akar. És nem is bakizik, viszont lassan. Ja, azért, mert betűzök, tehát óvatosan próbálom kiejteni a szavakat. Igen, hát egyébként maga a hír az nagyon abszolút jogos, de hát ha szerintük értelmetlen volt, akkor talán mondják. Tehát itt is azért van ez a nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal. Itt gyakran a jobb kéz nem tudja, hogy mit csinál a jobb. Nem, nincs. Nem erre gondoltad. Körbejártunk egy vadonatúj, most nem mondunk semmiféle se nációt, se nevet, hogy újonnan nyílt hipermarketet Szabadkán, ez volt a szombat délelőtti program. Azt a rohadt... Nem hiszem, annyi ember összecsődült, annyira tolakodtak, és különösen kedvelem ezeket az ilyen nyugdíjasokat, akik a tokájukat féltik legfőképpen, mert a tokájukon keresztül szívódik fel a koronavírus, és itt tart, és köhög rád, minden, és így tolakszik. Tehát a 2 métert nem tartja be semmi, és akkor bemegyünk abban a nyomorult üzletbe, kasszás csajok így, hogy haló, maszkot tessék föltenni a
Az meg anyád, de semmi értelmennek nincs, mindenütt az összes bevásárlóközpont így tele volt, lögdösültek az emberek, ott harcoltak a kenyérén, meg tudod, külön a paradicsom fogdosó kommandó is jött, amelyik így mindegyik paradicsomot összefogdos, mint ez hülyeség. Az a baj, elég kemény. Igazság szerint jó, minden intézkedés elméletileg működhet, elméletileg jó lehet, de a humán faktort nem lehet lebecsülni. Tehát ebben az országban azt mondod, hogy nem szabad kimenni, akkor rögtön mindenki kiszalad és elkezdi vásárolni az összesságot, amit csak létezik a világon, és akkor aztán viszi haza. Ez a borzasztó, hogy itt nem... De... Igen, mert ha nem vinnék haza, megmaradna hazottan, mint itt te, és nem kéne bemenni. De még a boltba, de a bolt előtt én nem tudtam értelmezni ezt a társadalmi jelenséget, mentem hazafelé délután, nem számítottam rá, hogy ez lesz, és a bolt előtt a sörösök, azok gyakorlatilag így a fél sávot lezárták. Kik azok a sörösök a bolt előtt? Mert ez elég diszkriminatív, csak sör lehet inni a bolt előtt, kérem szépen? Na ez az, hogy nem, és mégis mindenki sört iszik. Télen! Szóval a parlamentünk, a mi lakóközösségünk, a jasszibarai parlament, az így gyakorlatilag a fél sávot lezárta, és ott ittak. És nem tudtam, hogy mi a gond, hogy ennyire megduzzadt a létszám. És hazaértem, és kiderült, hogy kettőkor zárnak a boltok, tehát ők még fél kettőkor kirendelték. Igen, még az utolsó kört berendelték, hogy addig még ott áldogál. Másnapon aztán nem csoda, hogy megugrott a fertőzés szám, érted? Tehát itt a polgárok felelőtlensége, egyértelmű bizonyíték. Erik, Szegeden milyen tapasztalataid voltak a koronavírussal? Mint világot járt embernek, ugye Szegedről haza származott hazánk fia, szerepet játszott az a költözésben. Tényleg ott az mondják, hogy koronavírus? Igen. Koronavírus van. Már ugye több mint fél éve ott zárva vannak ezek a vendéglátóegységek. Igazából ott nincs a miért. A kocsma is. Oké, a vendéglátóegység, hogy a kocsma, érted azért az... Ott nincs miért, hogy kimenjen, ugye. Ott az utcán, meg a bolt előtt se lehet inni, mert megbüntet a rendőr, nem úgy, mint itt. Milyen helyek vannak, meg azok ott, amit esznek, meg minden, úgyhogy tehát... De otthon nem tudod inni, hogy... Ja, de azt még nem engedi a... Az nem engedi a család. Azt nem engedi az asszony, milyen... Milyen asszony? De hogy nem neked, nem rád gondolom. Ja, lányok, írjatok, különben Engi Erik, csak simán el az Instagramon, majd kiírjuk alulról az elérhetőségét. És te vagy rá az élő példa, hogy ez fogja hazozni a fiataljainkat, a korona. Igen, nekem viszont ugye az jutott az eszembe, hogy ugye most valószínűleg előre szaladok, de van egy ilyen hír. A... Á, nem szaladsz előre. Kornél többet nem leshetsz. Nem. Akkor majd odaültesz. Igen. Külön Kornél kedvéért, ugye az anál mintavételről nem fogunk beszélni a Kínában, mert azt mondja, hogy az akkor elviszi egy homoerotikus vonalra a műsor, ezért erről nem fogunk beszélni. A család az család. Tehát azon gondolkodtam, hogy... Mi is a kampány részei vagyunk, úgy jöjjön az a... Majd elmondod otthon, jó? Igen. Ugye, mert hogy elkezdődtek ilyen hírek, hogy az egyes vírusoknak milyenek az utóhatása, ugye rengeteg mindenféle mém van arról, hogy egy horvát felvette a vakcinát, és aztán csetnik lett belőle, meg ilyen hasonlók, és ugye erről jutott eszembe, hogy valószínűleg, ha lesz, megígérték, magyar vakcina, hogy annak vajon milyen utóhatása, illetve mellékhatása lehet, mondjuk az egyik az, hogy a pacalt nagyon meg fogod kívánni, de a másik szerintem az meg, hogy a pálinkát. És akkor milyen jó lesz az, hogy hazamész este, ez milyen jó kifogás is lesz egyébként, és azt mondja az, hogy már megint részeg vagy, mint a disznó, és de részeg a be... Szerintem az a pálinka 1 nevű vakcina lesz, és fél... Egyébként a magyar vakcinát, az külhoni magyarok felvehetik, vagy sem? Hát az igen. Attól függ, hogy bal kézbe vagy jobb kézbe akarod. Vagy esetleg a Csernik, te bevehetett kis kanállal is. Ha hozzánk jössz, nem veheted el a magyarok vakcináját, tehát azért ez igen, vigyázzunk. Igen, így van, nem veheted el a magyarok vakcináját. De várjál, ha áthozzuk és visszaviszik Magyarországra, akkor áfamentes lesz? Tehát olcsóbb? Hogyha a tömlős sajta, meg a izével megy, érted, akkor pontosan, hogy...
nem lőtted azért le teljes mértékben a kis színest a végén, mert ugye a koronavírus fertőzés egyik ritka szövődménye lehet a kóros és folyamatos erekció. Bizony. Taníts, mester! És azt mondják ugye, hogy a Pfizer vakcinának ez a mellékhatása is, ami ugye azért érdekes, mert a Pfizer fejlesztette ki a Viagrát is, tehát ahogy a klasszikus mondta, ima neka tajna. Nem tudok erre nyilatkozni, én tudom, én tegnap fölvettem a Sinopharmosat, és hogy hazaértem, hogy úgy útközben, hogy úgy, de megkívántam egy-két kutyát, hogy jó ízűnek tűntek azt. De ez eddig is ment a pészkavicával, nem? Az ugyanaz. Az úgy végül is. Nekem azt mondták, cica. De nekem az előbb gyanús, mert hallottam itt a bal száj felől egy ilyen kis kopogást, ugye enyhén, nem hiszem, hogy behaladszódott a mikrofonba, de most már akkor úgy... Csak én nem tudtam belőni, hogy melyik... Te, Erik, te melyiket vetted föl? Te feliratkoztál akcinál? Nem. Én nekem nincs baj az erekciómmal. Igaz, hogy én még 69 éves, tehát már azért bennem... Ő nem iratűt, én csak azt nem értem, hogy én teljesen elfogadom ezt, hogy Bill Clinton beadja nekünk az 5G-t, meg azon nem lehetne valahogy... Nem lehetne valahogy... Az egy másik pervers. Hát igen, ez a Microsoft. Igen, tehát hogy a Bill Gates úgyis belénk teszi azt az 5G-s csipet, nem lehetne azon keresztül valahogy ezt a vakcinát. Hát meg lehet, az egy csövön jön. Hát de nem, az sugározzák, tudod, azért volt a kiárási tilalom, mert felszerelték a leakot. Nem tudod, a benyomják ezt a tűt, azért olyan hosszú, mert benne van a vakcina, benne van a vírus is, hogy mindjárt, hogy ottan még rosszabbul legyen. Meg egy modem. Benne van a 5G. És HBO, meg Netflix előfizetés. Nem, benne van még a chemtrail. Meg benne van még az, hogy, ne, az, hogy azt gondolod, hogy gömbölj a föld, de szégyedsz, hogy benyomják és totál lehűjítenek. Megadod a számot, hol lehet, de szeretnék... Várj, a chemtrail az, amivel permeteznek bennünket, ugye? Igen, attól lesz egy impotensek, vagy ez a másik úgy? Nem, hát figyelj, nem ez a chemtrail, ez az, amivel föl tudod írni, hogy szeretnék kell. Jó Isten, chemtrail. Én hallottam itt szintén egy nagyon súlyos szövődményét a koronavírusnak. Ugye elburjánzottak ezek a korona bulik, amit úgy hívnak, ilyen illegális bulik, és előfordult egy fiatal hölgyel, hogy elment egy ilyen korona bulira, és súlyos gonorrea fertőzés kapott. Sokkal komolyabb szövődményekkel jár, mint maga a koronavírus, úgyhogy óvatosan a bulizásra. Gonorrea az a tripper? Nem tudom, csak egy haver mesélte. Nem, ő szándékosan mond idegen szavakat, hogy okosabbnak tűnjön. Az valójában Igen. Tehát a piros pöttyös, az igazi, noha ezt akartam. Amikor mondják, hogy a piros is ég és viszked, akkor fordulj orvoshoz. Így van, így van. Ahhoz képest a koronavírus. És ha már a korona bulikról van szó, akkor ugye szerintem beszéljünk erről a legaktuálisabbról is, bár nem tudom, meddigre vágjátok össze ezt az adást, most még aktuális. Ugye én legalább egy-két hónapja követem ezt, hogy, és csodálkoztam, hogy hirdetik Belgrádban a Crvena Jabuka koncertjét nőnapra. Kréti nagyon szereti őket, és mondtam, hogy én vennék is egyet, de tudom, hogy ő nem hajlandó elmenni ilyen helyekre, ahol fertőzés van. Szóval hülyéskedünk vele, de én nagyon komolyan. Teljesen jogosan nem akar. És végignézhettük azt, hogy én föltételezem, nem jártam mostanában Belgrádba, de föltételezem, hogy ott billboardok, meg rádió, tévéreklámok is voltak, én a Facebookon láttam. Tehát ez így mindenki tudta, hogy ez lesz. Na most mi történt? Megvárták a március 10-ét, mire mind a két koncert lezajlott, és most először ugye elkezdte Kón, aztán Daria Kiszigyte Pávcsevics, hogy hát ez hogy történhetett meg. Jött utánuk a kormányfő asszony, Anna Brnabics, hogy azért büntetések lesznek, ezt ki kell vizsgálni, és hihetetlen ez a mennyiségű képmutatás, hogy nem szóltak előre, hogy ha már Belgrádon szó, aló bre, ilyet nem csinálunk, mert vírusfertőzés van, hanem ezt így megvárták, és akkor most mindenki így nem ért. Azért, hogy legyen kit hibáztatni, mondjuk most ebben az esetben ugye az együttest. És nem értem, hogy miért az együttest, miért nem a szervezőket. De a szervezőket hibáztatják, és az arénát fogják megbüntetni, azt mondta a kormányfő. Figyelj, mindig más a hibás. Tehát ezt megtanulhattuk a koronavírus járványból főleg, hogy mindig más a hibás. Én azt gondolom, hogy 90-től idefelé a teljes gazdasági válságért a Crvena Jabuka hibás. Hát ha már igen, akkor elaltatták a gazdaságot a szerelmes dal.
a férfiaknál, amelyik teljesen összezavarták a fejüket az első albummal, az a szép, az a szép popsival, nagy, hát én segget akartam tűnik mondani, de igen formású. Hát kultúra teszi. Hát igen, igen. Nagyon örülök neki, hogy az első műsorunk ilyen jó hangulatban telt el, úgyhogy készültünk egy pici kis ajándékkal az első műsor végén. Elmentünk a legnagyobb szabadkai kínai üzletbe, hogy azért megadjuk a módját, ahol Erik barátomat sikeresen migránsnak néztek ismét, és angolul kezdett el a biztonsági őr neki beszélni, mert rajta volt a táskája, hogy elkezdte sorolni, hogy tessék a táskát betenni a széfbe, meg nem tudom, a egész végig. Ilyenkor mondjad nekik, hogy go Germany, best life, Germany! Meglátszik rajtad a Szeged mi. Igen, az ugye Szeged után, Szegeden csak cigánynak nézték szegényt, ugye itt most migránsnak is, tehát az a katasztrófa, hogy de gyönyörű kincsekre leltünk a kínaiban, tehát tökéletes példája, amikor egy ilyen multietnikus közegben, amit esetleg a politikum vagy egyéb más közéleti szereplők nem tudnak elérni, azt a gazdaság, a pénz az megoldja simán, mert most ajándékba választhattok, majd is után el lehet osztani, hogy kinek melyik a szimpatikusabb, de egy ilyen gyönyörű, szépen dizájnolt szerb címerrel ellátott flaskát. Ugyanerre viszont jut egy magyar is, amit azért még Magyarországon is nehezen lehetne ugye megvenni, úgyhogy, de ez nálunk Szabadkán kapható a legnagyobb nevét most nem mondjuk, nem a reklámhelye kínai ízletben, és hogy azért a hazai foci szurkolók, illetve a focis kultúrának se ne legyen ugye hátránya, van partizános és Crvena zvezdás kiszerelésben is. Nem tudom, melyik a partizános, de az... Nem tudom, hát a fekete, ugye? Parancsolj, vagy cseréljünk? Köszönöm szépen! Alia! És én még szeretnék egy... Nagynének, köszönöm szépen. Ezt nem akarom tudni, melyik testrészre lehet felszerelni. Valentin napról maradt ki, tudod érteni. Azt a gázpisztolyra tudod tenni, amit a piacon van. Hogy csak az pénzgyűrű vagy? Kinek szálltatok, hogy jól tartunk? A legjobb nagynéninek. Köszönöm szépen a figyelmet. Hamarosan újra találkozunk.